Szeretettel köszöntöm a műsor hallgatóit, az átlátszó október 10-i podcast adásának a felvételét hallják. Mai témánk a magyarországi akkumulátorgyárakkal kapcsolatos kérdések, problémák, különös tekintettel a környezetvédelmi biztonsági kérdésekre. És köszöntöm meghívott vendégeinket, akiket az egyszerűség kedvérbetűrendbe mutatok be. Meghívott vendégünk Borbíró Mihály, védelmi hozzáértő és tűzoltó, nyugdíjas tűzoltó, aki Gödváros közbiztonsági referense is volt egy időben. Köszöntöm Simon Gergelyt, a Greenpeace vegyi anyagszakértőjét, szakértőjét, valamint Székely Tamást, a vegyipari dolgozók szakszervezetének elnökét, és mindhármuknak köszönjük a meghívást. Azt el kell még mondjam, hogy a meghívottaink között szerepelt volna Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetségnek az elnöke, volt egy nyilatkozata mostanában, amikor azt mondta többek közt, hogy az akkumulátorgyáraknak vannak környezetvédelmi kockázatai, és ennek kapcsán szerettem volna őt kérdezni, de a megkeresésre nem reagált, azért én remélem, hogy a későbbiekben majd tudunk vele is beszélni. És azt is el kell mondjam még így az elején, hogy amikor felmerült, hogy legyen egy beszélgetés, vagy újabb beszélgetés, mert már volt egy az akkumulátorgyára kapcsán, akkor akkor egy olyan témát, vagy olyan címet gondoltam még, hogy jelente veszélyt az akkumulátorgyára környezetre, de az utóbbi egy-két hónapban azért annyi plusz információ került a közvéleménybe, a sajtóba, és mi is olyan sok mindenről beszámoltunk, hogy, hogy úgy fogalmaztam át a központi témát, hogy hányféle veszélyt és kockázatot hordoznak, hordoz az akkumulátorgyár telepítése, működése ma Magyarországon. Úgyhogy ennek a jegyében fogunk beszélgetni, és ahogy mondtam, már volt szó a negatív hatásokról korábban, két környezetvédelmi szakértővel az ajról és a visszanyezésről beszélgettünk, és a visszanyezéshez kapcsolódva, rögtön bele is csapnék, hogy a Greenpeace-es vegyi szakértőnk Simon Gergely segített abban, hogy értelmezze a gödikutakba öntözésre használt kutakba került mérgező oldószer ügyét. Több médiumba nyilatkozott Gergely a lehetséges kockázatokról. Most egyrészt kérdezném őt, hogy a mi hallgatóinknak is mondja el ezt a bizonyos anyagot, milyen kockázatot jelent, de rögtön utána kérdezném arról is, hogy mi a véleménye arról a hatósági álláspontról, hogy nem a, az a bizonyos kútvizsgálat, az nem derítette ki, hogy honnan ered ez az mérgező oldószer, tehát a vízügyi hatóság úgy gondolta, hogy nincs is további vizsgálni való, tehát hogy mi erről a szakértőnek a véleménye, parancsolj! Köszönöm! Ugye az RMP az Európai Unió szinten korlátozott anyag, ugye a magzatokra károsító hatással bír, és mint így reprotoxikus egyes kategóriás anyag, elvileg nem szabadna használni, csak szigorúan engedéllyel, korlátozott feltételekkel, és hát mint ilyen anyag nagyon nem szabadna, hogy kijusson a környezetbe, tehát ezért tényleg ijesztő és elkeserítő, hogy egy ilyen, hogy mondjam, olyan akár ivóvíznek is lakosok által használható vízforrásban megtalálható egy ilyen felszín alatti vízben, ahol semmi keresnivalója nem lehet. És az a baj, hogy ez az anyag nem igazán gyakran van használva, tehát elég ritk, kevés felhasználása van, és ezért nagyon kevés jogszabályban szerepel, levegős határérték van rá, de se felszíni vizes, se talajvizes határérték nincsen, illetve azon a listán se szerepel, ami Alapján, hogyha egy gyár, egy üzem ilyet használ, akkor a veszélyes üzemnek, akár alsó, akár felső küszöbb veszélyes üzemnek lenne minősítve, tehát egy csomó plusz ö, szigorú eljárás vonatkozna rá. Azt, hogy milyen kockávatot jelent az NMP, ezt egy kicsit nehéz megítélni, mert nagyon eltérő, pont azért, mert nem szerepel az ilyen uniós ö, ö, jogszabályokban, ezért ö, ezért nincsenek igazán tiszta kockávat elemzések hozzá a, tekintet, tekintetben, hogy ez mekkora kockávatot jelent. Nyilván egy, egy ilyen reprotoxikus anyagnál a kis koncentrációnál is se gondoljuk, hogy jó lenne, de hogy mondjuk más ilyen besorolású anyagnak milyen határértéket szoktak adni talajvízbe, meg ivóvízbe. Én azt néztem, hogy amik ilyen CMR, tehát rákeltő mutat, egy reprotoxikus anyag, annak vagy 0,1, vagy 1 mikrogram per liter szokott általában lenni a határértéke, és ugye itt 18-at találtak, tehát mindenképpen azt lehet mondani, hogy azért ez egy jelentősebb koncentráció, főleg, hogy véletlenszerűen vett talajvíz, putfiz mintákból mutatták ki. Tehát azt gondolom, hogy mindenképp itt egy nagyon szigorú, gyors kivizsgálásra van szükség, még hogyha sajnos jogszabályokat nem is sért önmagában az, hogy, hogy nincs, hogy ilyen koncentrációt mérdek, hiszen nincs rá határérték. Az elején ezeket nem tisztáztuk, tehát ugye arról van szó, hogy a Gödi gyártól egy kilométeres távolságban három kútban találtak ilyen anyagot. Azért a, a helyi vízmű, a DMRV azt tisztázta, hogy ez nem ivóvízbázis, bázis, ez a terület, tehát, és, és az ivóvízbázison bázison végeztek is vizsgálatokat a DMRV szakembere, és nem találtak ott semmilyen veszélyes anyagot. De hát ugye Gödvárosának egy kilométeres körzetében a gyártó vezetek vannak, tehát ott élnek emberek. Most a kérdésem az az, ugye, hogy ami felmerült nagyon sokakban, ma is hívott egy ismerős, hogy vehetek a dönházat, és hogy ő úgy olvasta, hogy az első cikkben úgy jelent meg, meg a szakvéleményben is, vitatkoztunk is erről, beszélgettünk, erről, hogy a levegőből is bekerülhetett a talajba. Majd aztán felmerült az, hogy ezek a kútvíz 12 méter méről jöttek, tehát hogy oda a csapadékkal a talajból nem kerülhetett be. Szóval ezt is próbáljuk már tisztázni, hogy akkor hogy, ha nem is tudjuk, hogy honnan származik, de hogy hogy kerülhet be egy ilyen anyag a levegőből, vagy, 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 a talajból. A levegőből nem fog jelenti a talajvízbe bejutni, uh -huh, uh -huh. mert gyakorlatilag lebomlik. Tehát az, az, egy, az, egy, olyan anyag, ami. Instabilit. Igen, tehát nem, nem tud hosszan megmaradni. Adni. Én arra gondolok, hogy vagy valamilyen havária, tehát baleset történt, amit vagy eltitkoltak, vagy ebbe az üzembe történt, vagy máshol, illetve az is lehet, hogy, hogy a valamilyen módon kijutott a szennyvízbe, és a szennyvízből valamilyen szabálytalan módon kijutott. Én arra, arra tudok gondolni, hogy lehet a forrása. Uh -huh. Azt nem mondtam természetesen, hogy minden vendégünk hozzászólhat a témához, azért már most éppen a Simon-Gergőhöz fordultam. Ha az NMP végzett egy hetes, vagy tíznapos levegőmérés Gödön. Ha most a vízügyi hatóság visszautasítja a tényfeltáró vizsgálatot, akkor, akkor hogyan lehet tovább lépni? Az az igazság, hogy ugye én gödi civil aktivista is vagyok, és kértünk árajánlatot teljes tényfeltárásra, az 13 millió forint lenne. Nyilván lehet gyűjteni erre pénzt, na de az ember azt várná, hogy az illetékesek, ha már a civilek ezt kimutatták, akkor lépnek és vizsgálatokat indítanak. Szóval mi a teendő, hogyha ha, ha ilyen nagy összegű lenne a tényfeltárás, mit tudunk csinálni, vagy ki mit tud csinálni? Hát, nekem az volt az utolsó információm a, a polgármesteri hivataltól, hogy tervez az önkormányzat maga vízméréseket, talajvízméréseket, és hogy azért, mert nem ivóvízbázis van, attól még számos lakosnak lehet ott kutya, amit vagy bejelent, vagy nem, és ki tudja, hogy mire használ. Tehát semmiképp nem gondolom, hogy ez egy jó állapot lenne, hogyha nem is a hivatalos vízművek ivóvízbázisról van szó. De hát én azt gondolom, hogy ilyenkor Hát nyilván azt gondolom, hogy a hatóságok általában Magyarországon nagyon sokszor nem végzik el rendesen a dolgokat, végtelen sok esetet tudnék mondani sajnos az azt gondolom, hogy itt is ki kellene vizsgálniuk, és ha mi mennyiben ezt nem teszik meg, akkor valószínűleg az önkormányzatnak kellene ezt megcsinálni, és ők én úgy tudom, hogy azt ígérdek, hogy meg is teszik. Uh -huh. Uh -huh. Na, De az a kormányhivatal miért tenne bármitféle vizsgálatot, amelynek szigorúan meg van tiltva, hogy ezekben az ügyekben negatív irányba lépjen, hiszen mind a két esetben, vagy ahol most már látszik, hogy akkumulátorgyár épül, az az első stratégiai partnerséget köt a kormány a fektetővel. És hát azt látjuk, hogy a stratégiai partnerség az nem szól másról, mint sem arról, hogy az ilyen szabálytalanságokat egyszerűen a szőnyeg alá söpri az illetékes ö, szerv. Ezt egyébként Komáromba is tapasztaljuk, ott elsősorban egészségügyi ö, kockázatokat láttunk, nagyon magas volt ö, sok munkavállalóban a Nikkel tartalom. És ö, elkezdtük vizsgálni a kollégákat saját ö, erőből. Majd amikor már megvoltak a leletek, akkor jeleztük a kormányhivatalnak, hogy hát itt valami nem stimmel. És hosszú-hosszú időn keresztül ment a, a húzavonna, hogy egyáltalán bemenjenek a gyárba. Az önkormányzat szóba került itt. Én sajnos elég szkeptikus vagyok ezzel a lehetőséggel, hogy az önkormányzatnak majd lesz erre forrása. Ugye tanulj vagyunk annak, hogy az önkormányzatokat különböző módszerekkel kifosztják azt most nem mondom meg, hogy ki, de nyilvánvalóan, aki ezt hallgatja, körülbelül tudja, hogy kik azok, akik kifosztják az önkormányzatokat, olyan helyzetbe hozzák őket, hogy ilyen szabadon választott, tehát nem kötelező feladatot nagyon nehezen tudnak majd elvégezni. Én azt gondolom, hogy a helyes út, hogyha mi gödiek összefogunk, és van erre ott egy megbízható egyesület, pénzt gyűjtünk, és finanszírozzuk azokat a mintavételeket, nem kell a folyamatos vizsgálat, mert ugye itt az annyira nem nem tudjuk ezt anyagilag finanszírozni, viszont azt meg tudjuk oldani, hogy időnként egy-két helyen, ugyanazon a helyen mintát vegyünk, és meg tudjuk figyelni, hogy milyen változások történnek. Mert ha ez csak ugyan egy évtizedekkel ezelőtt mondjuk egy autómosó vagy autóipari üzemből származik ez a NMP, akkor az lesz a következmény, hogy mindig stabilan ugyanazokat az adatokat fogjuk mérni. Azonban, hogyha Elkezd ez változni bármilyen irányba, akkor bizony uh, alaposan vélelmezhető, hogy a Samsungnak van hozzá valami köze. Ezért sajnos csak az önkormányzatra várni, én nem tanácsolom a gödi lakosoknak, nekünk kell ebbe a dologba lépni, meg kell találnunk a legolcsóbb labort, legyen az Magyarországon vagy külföldön, akiben meg is tudunk bízni, és finoman, jól megtervezett mintavételekkel meg kell magunkat nyugtatni. Én csak azért, tehát abszolút egyetértve ezzel, hogy akkor független vizsgálat, és egy kicsit megidézve azt is, hogy most Győr-Szent-Ivánban volt egy tiltakozás az akkumulátorgyár ellen. Ott jártunk a kollégámmal, és azért azt is tudjuk, hogy a légúti megbetegedések, daganatos megbetegedések száma már nőtt, és ugye itt arról volt szó, hogy az ipari park maga már akkor a terhet jelent a levegőre. Na de ugye ők is nagy összegű gyűjtésbe kezdtek, pontosan azért, mert, mert levegőt is kellene mérni, mert talajt is kellene mérni, és ez sem folyamatos mérést jelent. Tehát itt az oponálásom csak annyi, hogy, hogy ez most a talaj, amiről a borbíról beszélt, hogy akkor végezzünk vizsgálatokat, független szakértőt felkérve gyödi civilek. Na de itt azért nagyon sok egyéb probléma is van. Székely úr a, a, a tartalom mondta a szervezetben, tehát itt azért... Itt azért nagyon sok a gond, és megint felvetem azt a kérdést, amit a Gergőnek akartam először, hogy nyilatkoztat te is, de mások is, hogy hogy nincsenek hatástanulmányok, hogy a kiemelt beruházás státusz miatt túl gyorsan adják ki az engedélyeket, hogy ezen, ezen kellene változtatni, de hogy önmagában, szóval tényleg mit lehetne a, 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 azzal kapcsolatba tenni, hogy ezeket a gyárakat nem tekintik jelentős környezeti hatásúnak, ebből adódóan állandó monitoringozás nincsen, ami ugye anyagilag azért megoldaná ezt a problémát. Tehát a levegő esetében például a légszennyező pontforrásokat mérnek évente. A gödigyár, esetében nincs is monitoring kút. Tehát csinálhatunk méréseket, de meddig fogjuk bírni anyagilag, provokatívan kérdezem, vagy szóval hogyan lehetne tényleg azt elérni, hogy itt egy állandó vizsgálat legyen. Kormányváltásig. <laughs> Igen, az a baj, hogy egy ilyen méretű monitorozást én azt gondolom, hogy reménytelen a helyi lakosoknak megoldani. Tehát az, hogy talajvíz mintákat vegyenek, az nem egy akkora költség valóban. Én azt gondolom, hogy ha a helyi lakosok vesznek újra talajvíz mintákat, annak lehet, hogy ugyanez lesz a hatása, mint az előző vizsgálatotoknak, ami tényleg becsülendő volt, de mégse lett, hogy mondjam, láthatóan eredménye. Itt mégiscsak az önkormányzatnak kéne lépni, és nekik tenni valahogy, akár egy feljelentést, akár egy bejelentést, hogy valamit. És, a, és, és, tényleg valahogy rá kéne venni a hatóságokat, hogy működjenek. Tényleg mi is folyamatosan látjuk, mondok egy egyszerű példát, sajószennyezés. Régóta mindenki látja, hogy a sajon a szilárd anyagba folyik le a szennyező méreg, és ezért és pár hetente hogy milyen tiszta a sajó vize. Nem azt mérik, amit kell, de hát mondjuk a illatos úton, amikor ott volt a, 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 a több ezer hordónyi, tize, több hordónyi vegyszer, akkor a hivatalos légszennyezés mérőállomásoknak a nitrogénoxid és, és, és SO2 adataival cáfolták, hogy itt gond lenne a, légsz, a, a, a szennyezéssel. Tehát egyszerűen azt látom, hogy a hatóságok nagyon nehezen végzik a munkákat. Akkor történik valami érdemi változás, hogyha tényleg valami nagyon hangos a médiában, nagyon erős, Lakossági összefogás van ellene, megmozdult tényleg egy emberként az egész település. Amíg ez nem történik meg, addig azt látom, hogy a hatóságok nagyon ügyesen elkendőzik az összes ilyen szennyevés ügyet. De itt nem csak a, a környezeti hatóságokkal van probléma, hanem, hanem, itt a munkaügyi, munkavédelmi kérdésekben is komoly fenntartásaink vannak, hiszen az elmúlt időszakban számos olyan munkabaleset is történt, nem csak kifejezetten az akkumulátor gyártás területén, amely egyszerűen a hatóság nagyon nehezen mozdult rá pont ennek kapcsán akartam említeni, hogy elkezdett beszélni a komáromi problémákról. Ugye Gödön is volt ilyen probléma, hát adatigényéssel tudtuk meg azt, hogy 23 dolgozónál több hónapon keresztül olyan légszennyező anyagok kerültek a levegőbe, amik betegséget okoztak. Tehát a, maga a munkavédelmi hatóság állapította meg, hogy súlyos veszélyeztetés, rákeltő anyagok nem megfelelő használata. Ha megbüntetik a gyárat, akkor az lehet valamiféle visszatartó erő? Nem, nem. Én azt látom, hogy ezek a cégek beárazzák ezeket a büntetéseket. És meg kell, hogy ez mondjam ezek... őszintén, hogy a Magyarország ilyen jellegű büntetések egyébként elenyészőek. Nyilván ezért is jönnek egyébként Magyarországra ezek a fajta befektetések. Nyugat-Európában azért az ilyen jellegű ázsiai cégeknek a befektetései elenyészőek a magyarhoz képest. Az, hogy Magyarországon ennyi akkumulátor gyártásra ad a kormány lehetőséget, nyilvánvaló ez fajta gazdasági kényszer is adott esetben, de sokkal megfontoltabban kellene tennie bármit is, és ráadásul mi azt látjuk itt például a Nikel esetében, hogy hiába vannak Európai Uniós sztenderdek, vagy a magyar sztenderdek, egyszerűen azt mondják a gyárvezetés, hogy, hogy a kerítésen belül adott esetben Kórea van, és nem foglalkoznak vele. De ugye talán emlékszünk, mint hogy a Samsungnak azért elég nagy perei voltak Kóreában, amikor ugye nagyon sok dolgozója különböző rákos megbetegedést kapott, és ugye itt végül azzal ért véget a per, hogy írtóvatos kártérítést, fizetett ezeknek a dolgozóknak, vagy legalábbis az elhúnyt családoknak, igen, meg az elhúnytak családtagjének a Samsung, de nem ismert el soha a felelősségét, hanem, hanem úgymond ilyen, nem is tudom, hogy talán perenkívül kívül, hogy igen, 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 egy óriási uh -huh. kártérés fizetett, és hogy mondjam, tényleg az a baj, hogy mi is folyamatosan nem csak Samsungtól, nagyon sok üzemtől halljuk a dolgozóktól, a panaszokkal tényleg mi, tényleg, ha megbetegszik valaki baja van, nagyon sokszor eszembe jut, hogy fölévi a greenpeace -t. Kapunk fotókat, hogy mit tudom én, elásott veszélyes soledékról, erről, arról, marról. Elküldjük a hatóságoknak, mi magunk nyilván nem fogunk tudni bemenni egy, egy, egy jól őrző gyártelepre, főleg ezek tényleg, hát aki járt a Gödi Samsung környéken, az tényleg egy erőd a gyakorlatilag, tehát hogy az nem, nem, egy, nem, nem, olyan, mint egy régi magyar üzem, ahol tényleg, mit tudom én, egy, egy, egy láthatósági mellénybe bárki besétálhatott, és, és egyszerűen én azt látom, hogy szinte a hatóságok se tudnak bejutni, hogyha akarnak. Tehát ők is, hogy mondjam, annyi, 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 annyi papírozás van, hogy ők bejuthassanak, hogy addigra már nyoma nincsen semmilyen szennyezésnek. És tényleg az a, az a fő baj, hogy egy ilyen hatalmas üzemnél nagyon-nagyon nehéz elcsípni a szabálytalanságokat. Tehát tényleg én azt gondolom, hogy még a ha hatóság akarná elcsípni, akkor is gondba lenne egyébként. Tehát, hogy, hogy ilyen, meg van hogy mondjam, ez szervezve. És nyilván az alapvető probléma tényleg, amiről a legelején beszéltél, hogy, hogy kiemelt állami beruházás, nincsenek bevonva helyek, nem készülnek rendes hatásulmányok, szóval gyorsított eljárás van, lakókörnyevet mellé, ráadásul zöldmezős beruházásként engedik, egyáltalán nem foglalkoznak a vízhasználattal, tehát hogy milyen iszonyat mennyiségű vizet használnak ezek az üzemek, főleg Magyarországon most ugye halljuk, hogy hogy csökken a talajvízszint, tehát nem biztos, hogy ilyen mennyiségű víz rendelkezésre áll, és egyszerűen annyira előrébb vannak tényleg ezek a rövidtávú anyagi érdekek, mint az, hogy mondjuk a magyar talajt ne tegyük tönkre, a termőtalajt, a, a, a vizeinket ne tékozoljuk el. Tehát láthatóan ez, ez nem egy rövidtávú szempont, pedig annak ellenére, Bocsánat, hogy egy rabolom a perceket, de én azt gondolom, hogy ennek ellenére valahol mégiscsak valamilyen szintű akkumulátorgyártás kell, hiszen le kell váltanunk valahogy a és motoros járműveket, sem a klímacélokat nem tudjuk teljesíteni, sem pedig a, a légszennyezés nem tudjuk lecsökkenteni, hogyha nem váltjuk le a belső és motoros járműveket. Tehát kellene valahogy akkumulátorgyárak, csak semmiképp nem így és ebben a formába, hogy most ezt ilyen ez módon tesszük Magyarországon. De ezek az akkumulátorgyárak, amelyek most termelnek, illetve most kezdik a, nagyobb a termelést, azok nem a legmodernebb akkumulátorokat ez így gyártják. Van. Tehát abszolút a klasszikus akkumulátorgyártást indították el több helyen, ami nyilvánvalóan egy elavult technológia, tehát ezek nem kifejezetten ilyen zselés akkumulátorok, vagy a, a már a mára modernebb akkumulátorok, amit különböző gépjárművekben használnak. Azért azt tegyük hozzá, hogy itt három-négy hónap az avulási idő. Tehát ezek, hogyha hallgatja ezt a hallgató, akkor nem arról van szó, hogy ezek egy nagyon őségi akkumulátor típusok, csak itt olyan rettentő nagy az innováció ezekben az akkumulátor típ fajtáknál, hogy 4 öt hónap az már elavultnak számít. És sajnos a Samsungnál is azt tapasztaljuk, hogy folyamatos kísérletek folynak, új anyag, újabb anyagokat visznek be ebbe a rendszerbe. Az egyik Bírságból, amit a katasztrófavédelem ki, kiszabott, abból ki is derült, hogy olyan anyagot is használnak, amit korábban nem, ami nyilván az innováció miatt vált szükségesé. Tehát értjük mi, hogy ez egy gazdasági szükségszerűség, de amikor valaki ennyire, ahogy a, a bírságok sokaságából kitűnik, nagyon gyengén tartja be az Európai Uniós és a magyar szabályokat, teljesen egyetértek. És a szabályok sem dolgok. mennek utána a valóságnak. Ja. Így van, így van. Tehát nem követik a szabályok, nem követik a szabályok az ipar rettenetesen gyors innovációját. De még egy, csak egy pillanatra visszatérve, mert annyi minden negatívumot mondtunk, de akkor még azt mondanám, hogy például a Jödi Samsung gyárban a halálesettel járó munkahelyi baleset miatti bírságba, vagy a, a sok felsorolás, hogy kockázatelemzés nem volt, stb. ott volt az is, hogy angol nyelven vagy Koreai nyelven voltak a feliratok, hogy maguk a munkahelyi utasítások a nagyon fiatal munkavállalónak nem voltak magyar nyelve lefordítva. Szóval, hogy ebben tud-e valamit tenni a szakszervezet, vagy bárki, hogy, hogy ilyen módon védje a munkavállaló? Munkat. Hát ha beengedik, akkor valószínűleg ezért nem engedik be. Uh -huh. Uh -huh. Melyik nagy magyar üzemben van rendes szakszervezettel tényleg az Van ilyen, azért, őszönyek? van azért, föl tudnék sorolni egy párat, de az tény, hogy a, ami a munkavédelmet illeti, azért ez két dolog, kettős dolog, mert vannak olyan cégek, ahol van szakszervezet, van munkavédelmi képviselő, Viszonylag szigorú munkavédelmi szabályok vannak a különböző technológiáknak is köszönhetően, és azért sok esetben a magyar munkavállaló, illetve teljesen mindegy, a munkavállaló sem tartja be a saját előírásokat. Tehát azért ezt is figyelembe kell venni. Nyilvánvaló az ilyen új gyárak esetében sokkal komolyabb munkavédelmi oktatásra lenne szükség. Ez nyilvánvaló behezethető egyébként az általános oktatásra is, hogy mi hiányzik. A munkavédelem az egy olyan pont, ahol ami ami hiányzik, és ami a tapasztalatok, hogy hát a munkavédelmi előírásokat, tehát a kötelező előírásokat sem tartják be a cégek. Tehát azért ma már ahhoz, hogy egy ilyen cég működjön, megfelelő létszám esetén munkavédelmi képviselőt kell választani, megfelelő szakembernek szakembert kell foglalkoztatni a munkavédelem terén. Ezt is mindig okosba oldják meg, vagy többségében okosba oldják meg a cégek. Ez nem jó irány egyébként. Ennek a levét egyébként sok helyen a munkavállalók, és én azt gondolom, hogy a másik dolog a megtakarítás, mert azért azt látjuk, hogy azok a cégek, akik nagyon sok pénzt fordítanak munkavédelemre, azok adott esetben versenyhátrányba kerülnek azokkal a cégekkel szemben, akik nagyívben tesznek a, a munkavédelem kérdéskörére. Itt már a, a munka, munkavállalókon kívül azért beszéltünk sokat a közvetlen, meg a távolabbi lakókörnyezetben élőkről, de katasztrófai délmi szempontból is akkor beszéljünk a biztonsági kérdésekről. Ugye Borbíró Mihály ott dolgozott a polgármester, Gödi polgármester mellett a külső védelmi terv létrehozásakor, mert ugye ehhez a gyárhoz készült egy külső védelmi terv, a Komáromiról úgy tudom, hogy nem. És ugye itt van molari rendszer, ami... És akkor most tulajdonképpen felteszem a kérdést, hogy biztonságot jelent önmagában az, hogy van két szírén, tehát hogy megnyugodhatunk, hogy azért a Gödön rendeződött a katasztrófa védelmi helyzet és a biztonság ügye. Most én leszek, aki kicsit robolja az időtöket, de <laughs> hát örülünk neki. Vegyük át ezt rendszertechnikailag. Tehát ma úgy van fölépítve a rendszer, hogy van egy veszélyes üzem, aki letelepül valahol, elindulnak az engedélyesi eljárások. Van egy hatóság a katasztrófavédelem, aki katasztrófavédelem szempontból felügyeli, figyeli az egészet. Elméletileg ő a mi megbízottunk, nem a kormány fejének a megbizotja, hanem mi állampolgárok megbízásából, ő hozzáfér olyan titkos üzleti adatokhoz is, amit egyébként a gyár nem adna meg másnak, de tudja, hogy a katasztrófavédelemnél, tehát az erre rendelt hatósági szervnél olyan titokvédelem alatt áll, ami biztosítja őt arról, hogy ez nem kerülhet máshova. Van a katasztrófavédelem, aki megszűri ezeket az információkat, leveszi belőle az üzletileg kényes adatokat, és átadja az önkormányzatnak azokat a tervezési adatokat, ami alapján mi a külső védelmi tervet el tudjuk készíteni. Tehát, hogyha a Samsung nem jó adatokat szolgáltat, a katasztrófavédelemnek, az még le is szűri belőle az üzleti adatokat, akkor a mi tervezésünk csak olyan lehet, amilyen adatokon az nyugszik. Tehát alapfeltétel lenne, hogy az a független magyarországi hatóság a szigorúan vasalja be az összes adatot, ő döntse el, konzultáljon a gyárral, hogy melyik adatok, amik feltétlenül üzleti érdeket sértenek, akkor azt nevezzék át valamilyen fantázia névre, de nekünk pontosan tudni kell, hogyha annak van katasztrófavédelmi kihatása. Na itt is ilyen elvek alapján készült a külső védelmi terv. Azonban már a tervezés során fölmerültek érdekes dolgok. Amikor még alsó küszöbértékű veszélyes üzem volt a Gödi Samsung gyár, akkor kisebb, nagyobb volt a hatás területe, a biztonsági jelentés szerinti hatás területe, mint később, amikor megtöbbszörözték ezeket a veszélyes anyagokat. Ez csak akkor fordulhat elő, hogyha valamilyen olyan különleges, Rendszabályokat vezettek be, külön tárolás, sok kis tároló, stb., amikor az összetett együttes hatást nem értékelhető. De itt ugyanott tárolják. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy olyan intézkedéseket tettek, ami következtében nem lehet ezt ilyen... ők Volt egy olyan megjegyzés, hogy más anyagokat használnak, más az anyagösszetétel, és ezért nem lesz esetleg egy csak A biztonsági esetben... jelentés adatai nem ezt támasztották nem alá. Uh -huh. Itt tonnában meg lehetett mérni, hogy mennyi volt korábban, mennyi lett az új, és az újnak kisebb a hatásterülete. Ha tehát a katasztrófa védelem úgy végzi a dolgát, ahogy arra ő esküdtett, és az esküve nem egy személy szerepelt, <kül> ha eskü szerint végzi a dolgát, akkor pontosan lehet tudni, hogy milyen mennyiség anyaggal kell számolnunk, akkor elméletileg a Gödi polgármesteri hivatalban lévő külsővédelmi terv az minden szempontból helyes, és helyes adatokon nyugszik. Sajnos azért én tapasztaltam a terv készítése során olyan ellentmondásokat, ami engem nem nyugtatott meg. Például én kértem, aztán az egyik alpolgármester lekapcsolt a feladatról, kértem, hogy csináljunk már egy megállapodást Pest megyével, hogy pontosan tudjuk, hogy ki felel a riasztásért. Tehát legyen leírva egy megállapodásba, hogy Gödváros polgármestere felele azért, hogy riasztják a lakosságot, vagy Pest megye, akinek kvázi a területén van. Több a tegyük ide, hogy ha valaki esetleg nem tudja, hogy egy különleges gazdasági vezetőt hoztak létre Gödön, és, és emiatt... A polgármesteri feladatokat Pest megye előke gyakorolja. Uh -huh. Csak hogy ugye ilyenre még nem volt példa a magyar közigazgatásban, három éve se kiköpni, se lenyelni nem tudja a belügyminiszter úr azt a békát, amit mi minden évben felterjesztünk neki, azzal, hogy ha egy település területén felső küszöbb értékű veszélyes üzem van, akkor azt egyes katasztrófa védelmi kategóriába kell sorolni. Minden évben megjön, hogy nem sorolták át. Ugyanis, ha ezzel el is, ha ezt ők megteszik, a belügyminiszter nagyon okos ember, pontosan tudja, hogy abban a pillanatban kiderül, hogy az gödváros területén van. Ezért inkább nem sorolják át. Ez a nem átsorolás, ennek olyan nagyon nagy gyakorlati jelentősége az átlagember szempontjából nincs, de a város védelmi szervezése szempontjából igen. Vannak szabályok, amiket máshol kell végrehajtani nem akartam tovább rabolni ezt a... Hát de abból a szempontból is érdekes ez, hogy most például teljesen véletlen, nem véletlenül, tehát megkapta a Gödi önkormányzat azt a hirdetményt, hogy a katasztrófa védelmi igazgatóság döntést hozott. És én is kikértem, mint újságíró, meg a polgármester is hírt, hogy jó, de milyen döntést. Tehát ugye nem volt benne a tartalom és nem kapta meg a Gödi polgármester a tartalmát magának a döntésnek, és ő az ügyféli jogát is kérdezte ezzel kapcsolatban, hogy oda nem tekinthet bele az eljárásba. Mire kapott egy végzést, hogy mivel a Gödi különleges gazdasági övezetben megy a megye gyakorolja a hatáskör, Pest megye, ezért ő nem ügyfél ezekben az ügyekben. Na most ezen joggal esik kétségbe a várospolgármester, a polgári védelemért felel, hogy akkor ő nem értesül a legújabb eljárásokról, hogy mi folyik, és azért itt ez nagyon fontos, hogy az egyes számú gyárgödön továbbépült, elindult a második számú gyárnak az építése, itt már a beszélgetés előtt mondtam, hogy a koreai sajtó két gyárról beszél. Magyarországon most a bővítés szót használják, na, de itt két felső felsőküszöbértékű, veszélyes üzem van már, annak ellenére hogy összefüggő a, a működése, és ezeknek a bővítéseknek a hatására, mert öt biztonsági jelentés készült, mert ötször dolgozták át a katasztróf védelmi engedélyt. Tehát itt is fontos az, amit a Borbíról mond, hogy a hatásterületednek ellenére egyre inkább kisebb. Másrészt pedig ugye a feladatok is nőnek a város számára. El tudja látni majd a feladatokat a, a polgármester és a polgári védelmi erő, hogyha, hogyha nem kap kellő információt kellő időben? Ez egy nagyon fontos kérdés, de azért azt még tegyük hozzá, hogy normál rendbennek úgy kellene történnie, hogy amikor a katasztrófa védelmi hatóságnak olyan információ kerül a birtokába, ami befolyásolja a külső védelmi tervet, akkor ő átiratot küld a polgármesternek és újra összehívja azt a kis csapatot, aki a külső védelmi terv elkészítésért felelős, és akkor korrigálják, tehát elvégzik a szükséges módosításokat. Ilyen módosításra az elmúlt időszakban úgy tudom nem került sor, hogy végre lehet -e hajtani. Ugye a veszélyes anyag tároló helyét jól ismerjük. A veszélyes anyag tároló helyen tárolt anyagok mennyiségét jól ismerjük, azoknak az égéssel kapcsolatos tulajdonságait elég jól ismerjük. Tehát, hogyha ezek a mennyiségek nem növekszenek, hanem a csővezetékek hossza nő, ezzel csak a, a kárhelyszín, Pontjai tolódhatnak el, de a csővezetéken történő szivárgás esetén ez jóval kisebb, mint hogyha magába a veszélyes történik. Tehát gyakorlatilag nem szeretnék ilyen szót használni, de szinte elhanyagolható, hogy a csőhálózaton keresztül történik valami szivárgás. Annyi helyen lehet szakaszolni, és olyan videós megfigyelés van, és érzékelő rendszer van, ami azonnal észreveszi, hogyha a csőhálózaton fogyni kezd az anyag, és még az közel sem fogja megközelíteni a katasztrófát előidéző mennyiséget. De magába a, a veszélyes anyag tárolóba természetesen ott van ez a rettentő nagy mennyiség anyag. Most ugye a katasztrófa védelem elkészített egy becslést, hogy hány méterre fog, melyik zóna a halált okozó zóna, vagy az egészségkárosodást okozó zóna, azok hány méterre a tárolótól mérhetők. Nekünk nincs más lehetőségünk, mint ezt elfogadni. Én kértem a volt annak idején még, hogy egy külföldi céget bízzunk meg azzal, hogy auditálja, vizsgálja felül ezt a biztonsági jelentést, nézzük meg, hogy nekik is ugyanaz eredmény jön neki, mert ha ugyanazt a szoftvert használják, akkor ugyanannak az eredménynek kell kijönni, vagy 5-10 méteres eltéréssel, mert ha bármilyen e, metrológiai adatot megváltoztatunk, akkor ott eltérések jelentkezhetnek, de ez nem markáns. Tehát ez tökéletesen kezelhető. Akkor meg tudjuk nyugtatni a lakosságot. Én be is szereztem hozzá szükséges árajátokat, azonban ebből pénzügyi okokból e, nem lett semmi. Tehát ma azt tudom mondani, hogy Ködváros katasztrófavédelmi tervezése szempontjából a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján készültünk egy védelmi tervvel. Ez a védelmi terv alkalmas a katasztrófa kockázatainak kezelésére, nem megszüntetésére, hanem a következmények kezelésére. Nagyon kis százalékú veszteséggel. És hogyha tovább épül az üzem, és felépül a második gyár, akkor is, mert akkor új védelmi tervet kell, vagy... Nyilvánvalóan a katasztróf az lenne a dolga, hogyha olyan adat kerül a birtokába, amit már az előbb elmondtam, ami befolyásolja a külső védelmi tervet, akár a hatásterület, akkor minket értesítsen. A molarival kapcsolatban azért van ám itt egy tévhit. A molari nem úgy indul el, hogy érzékeli a veszélyes anyag kiszivárgását, és akkor magától megszólal a hangszóró. Sajnos nem így van. A magyar jog nem így szabályoz, hanem a magyar jog úgy szabályoz, hogy megjelenik ez a jelzés a katasztrófa vélem illetékes ügyeletén, jelen esetben a Pest megyei ügyeleten, megjelenik ez a riasztás, ahol előveszi a tervet az ott ülő tiszt, kinyitja, és fölhívja az illetékes polgármestert, és mondja, hogy riasztás érkezett, megszólaltathatom-e? Uh -huh. Ő engedélyezi. Ugye mi ezt kértük, hogy ez döntsék -e, hogy legyen akkor ez Pest megye, hogyha ő van minden adatbirtokába, Nem mi, mert mi nem vagyunk minden adatbirtokába, is, ugye azt tudni kell, hogyha túl nagy intézkedés hoz, tehát kiürítés rendel a polgármester megalapozatlanul, annak súlyos anyagi konzekvenciái vannak. Úgy, hogy nem is tudjuk az adatokat. Tehát ez a molari nem az a molari teljesen, ahol automatikusan, mint egy üzembe megszólal a duda, és akkor tudja mindenki, hogy hol a dolga. Először ezt egy ember engedét kér a valakitől, hogy megszólaltassa ezt a szirinákat. Igazából a legmodernebb maga a rendszer, de sajnos a magyar jog szerint mm -hmm. benne van egy ilyen lehetőség. Hát itt nagyon sok mindenről beszéltünk egyrészt, hogy a jogszabályokon való változtatás, például, hogy az akkumulátorgyártásnak a környezetvédelmi engedélyhez való kötelezése, hogy másféleképpen kellene a molari rendszert működtetni, és arról is, ugye, hát most már szegény Gödi önkormányzatról annyit beszélünk, hogy kellene független vizsgálatokat, katasztrófédelmi szempontból, környezetvédelmi szempontból, szóval, hogy ezt, ezt ez tényleg a helyi lakosoknak, vagy a helyi önkormányzatnak, ugye ráadásul a helyi önkormányzatot ki is fosztotta a különleges gazdaságövezet révén a kormány, hiszen a Pest megyén, de bízta a jogot, hogy ossza szét és szét, és osztja sajnos Fideszhez hűbb településeknek. Tehát hogy hogyan fogunk tudni pénzgyűjteni ezekre az iszonyatos mennyiségű független vizsgálatokra? Erre. Milyen na, ötletünk van? Ma itt túl sokat beszélünk egyedül Gödről, de hát itt közben közbe mm -hmm. itt Iváncsán épül mm -hmm. egy 4000 munkavállalót foglalkoztató akkumulátorgyár, Komáromban működik egy 3000 fős akkumulátorgyár, és hát a Európa egyik legnagyobb akkumulátorgyára kezdi majd meg valamikor a működését, ez pedig Debrecenben lesz. Tehát az rendben van, hogy, hogy minden kérdés gödre fókuszálódik, de én azt gondolom, hogy ha gödről beszélünk, akkor mindegyik akkumulátorról hasonlóképpen kell beszélni, mert ugyanezek a problémák, lévén az, hogy a technológia szinte mindegyiknél ugyanaz, ezt végig kell nézni, és sokkal erősebb nyomást kell gyakorolni mind a, a különböző hivatalokra és kormányzati szervekre, hogy ezzel nem lehet játszani és én nekem nagyon az az érzésem, hogy Göd az egy tesztpálya ebből a szempontból, hogy egyrészt a lakosság, a munkavállalók mit pírnak és mit tűrnek, mert különben akkor többinél is ugyanezeket fogjuk alkalmazni. Abszolút egyetértek, és egyáltalán nem arról van szó, hogy csak Göd. Mondjuk hozzáteszem azt, hogy, hogy olyan információink vannak, hogy a két gyárban már 10-12 ezer ember is lehet, hogy lesz munkavállaló tehát nem kapunk pontos számokat. Másrészt jártunk már Iváncsán, és megdöbbenve tapasztaltuk, vagy azt a tragikomikus helyzetet, hogy minden ugyanúgy működik, de a komáromi aktivistákkal beszél, minden ugyanúgy játszódik le az engedélyeztetés során, az ellenőrzés során, a balesetek esetén, tehát tényleg kísértetiesen hasonló, és én csak egyetértelmű tudok azzal, hogy erősebb nyomást kell gyakorolni. Csak ugye minél több tény derül ki majd a komáromi, majd az Iváncsai Beruházás kapcsán annál inkább felerősödik, hogy ez egy tendencia, amit az akkumulátorgyártás során. Az, az, tapasztalunk. Vízre, az édes vízről még azért nem És arról még nem annyit, beszéltünk. Nagyon fontos, nem az én uh -huh. szakterületem, de uh -huh. nekem nagy szívfájdalma. Tehát mindannyian tudjuk, hogy az édes vízkészlet az a bolygón korlátozott. Annak a hozzáférése nem minden nemzetnek, nem minden országnak egyformán jutott. Mi a Kárpát-medencében nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. De azt se felejtsük el, hogy ez, a, ez az édesvízkészlet hozzánk inkább befolyik. Tehát mi ennek a csaposai vagyunk ennek az édesvízkészletnek, és most azt látjuk, hogy valamilyen oknál fogva az ország vezetője e, úgy döntött, hogy kiárusítjuk ezt az édesvízkészletet, mégpedig az akkumulátorgyárak útján. Ne felejtsük el, hogy a, és nem akarok csak gödről beszélni, de a Gödi gyárnál egy Dunai mellékfolyó mennyiségű vizet fognak kivenni a Dunából, mikor elkészül a teljes gyár. Tehát én azt gondolom, hogy aki ma eladja Magyarország édesvízt kincsének egy ilyen nagy részét ipari felhasználásra, küszöbön az óriási problémák előtt, az nettó politikai hazaáruló. Hát Hol? és annál is inkább nem a Gödről beszélünk csak, hiszen a Komáró még az Iváncsai gyár is ugye a Duna vizére épült, tehát amit itt a Mihály mond, hogy az édesvíz édesvízkészlet Megcsapolás, a másrészt pedig a szennyvíze pedig szintén a Dunába fog de, érkezni. Ugye egy, egyfelől tényleg van egy olyan része a dolognak, hogy nagyon jó lenne, is civil oldalról most gondolkozunk, hogy ez egy picit hogy lehetne esetleg felerősíteni, hogy lenne egy ilyen, nem is tudom, nem az, hogy minimum csomag, de egy, jó, egy, egy, egy szempontrendszer, amit mindenki észbe tudna tartani, hogy ne a legért, ugye Debrecenben egy, na, egyik legértékesebb magyar termőföldet akarják lebetonozni, ami, ami egy óriási beszélés, miközben az egész ország tele van ilyen barnamezős, leromlott ipari övezetekkel. Tehát, hogy Nyugat-Európában hát, sehol nem kapnak ilyen zöldmezős beruházások engedélyt, csak alapvetően barna mezős beruházások léteznek, akkor a vizeknél tényleg egyszerűen nem szempont a vízkivétel, ahogy tényleg, ahogy mondtad. Tehát egyszerűen nem szempont, és, és a szennyvíztisztítást meg alig ellenőrzik. Tehát az, hogy, ki, tehát, hogy önmagában most egy optimális esetben, hogyha valaki kivesz a Dunából x-tízezer köbméter vizet, és tökéletesen megtisztítva visszaengedi, akkor abból önmagában nem kéne, hogy baj legyen, tehát akkor elvég nem teszük tönkre. De amíg igazából szinte nagyon kevés anyagra a teljesen esetlegesen van ellenőrzés, addig nem erről van szó, illetve amikor a talajvízkészletekből szedik ki a vizet, az, az meg ugye so, hosszú távon sokkal nagyobb kockávatot jelent, hiszen olyan asszályok vannak, olyan talajvíz csökkenés, amit tudjuk, hogy az egész országnak gyakorlatilag lassan veszélyezteti a gazdaságát. És ugye most az asszály kapcsán mindenki beszélt arról, hogy milyen is nagy probléma, hogyha nincs vizünk. És valahogy ez nem jelenik meg a felsőbb szintű döntéshozóknál, mint egy szempontrendszer. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó lenne, hogyha most egyre több ilyen zöld civil összefogást látunk kiderült, hogy szinte mindenki beszélt mindenkivel, én is beszéltem a debreceniekkel, a Győr Szent is, a, Iváncsán is voltam, tehát hogy, az, tehát hogy, összefutnak úgymond a szálak. Tényleg az lenne jó, hogyha valahogy erősebben lehetne tényleg ezeket a alapvető probléma halmaz kommunikálva, volt, azt, hogy önmagában nem biztos, hogy baj, hogy ipari Magyarországra, és nem biztos, hogy baj, hogy, hogy, hogy mondjam, hogy ha akár átváltunk valamilyen szinten az elektromobilitásra, de tényleg a legmodernebb technológiákat kéne idehozni, nem szabadna bármilyen régi technológiát. Emlékszem, amikor a, a Hankó gumigyárral e, dolgoztunk, már annak a kapcsán bejövetelével, és akkor is azt néztük, hogy olyan technológiákat hoztak be, amiket konkrétan már kijelöltem betiltott az Európai Unió. Tehát olyan anyagokat raktak gumiba, amiket már nem is, tehát parkokat, amiket már lehetett tudni, hogy három év múlva nem is lehet, és ennek ellenére így gyártottak itt. Tehát egy csomószor azt látjuk, hogy Magyarországra tényleg ezeket az ilyen leromlott, kicsit egyel visszamaradottabb technológiákat hoznák, de még emlékszem, még tényleg jó pár ilyen történetet emlékszem, hogy, hogy Nyugat-Európából kiebrudált gyárakat szinte fölragadtak vonat és egy az egybe áthoztak Magyarországra. Tehát, hogy mondjam, valahogy ezt ki kéne mondani, hogy ezek a beruházások így ebbe a formába nem biztos, hogy olyan előnyösek az országnak, pont visszatérve ivóvíz termőtulaj, tehát gyakorlatilag tényleg egy kicsit az ország kiárusítása folyik így, hogyha nem figyelünk, és tényleg jó lenne, hogyha egységesen együtt lehetne több szereplőnek kommunikálni ezt, ezt, ezt a, problémát, és mondom, mi most tényleg azon vagyunk a Greenpeace részéről, hogy próbáljunk egy ilyen valamilyen keretrendszert köré rakni, amellett, hogy évek óta mondjuk, hogy szükség van elektromobilitásra, és viszont ugyanúgy mondjuk, hogy elfogadhatatlan az, ami folyik az akkumulátorgyárok között, mert ez a két igazság egyszerre létezik, tehát az a baj, és erre kell egy nagyon jó, hogy mondjam, rákényszerítenünk végül is az országot, és ez nem a hatóság kommunik, hanem felsőbb szinten el szerintem, hogy engedik, hogy, ez, hogy ezek így, így történhessenek ezek a beruházások. Hát itt most nagyon sok érdekes gondolat elhangzott szerintem már itt magunk között is, és még egyszer azért hangsúlyoznám nem azt, hogy szerettem volna, hogyha itt van a Magyar Akkumulátorszövetség ügyvezetője, mert ugye végre felkerült a minisztérium honlapjára a nemzeti akkumulátor stratégia. Amiben ugye pontosan ezek a dolgok nincsenek benne, hogy milyen, tehát nincs felmérve az, hogy milyen környezeti károkat okoz az akkumulátorgyártás, hanem csak azok a szempontok jelenek meg, hogy. Hogy hogyan lehetne innovatívabbá tenni, hogy hogyan lehetne a lítiumot kinyerni, például a geotermikus anyagokból. Tehát, hogy azok a, azok a dolgok, amik, amik veszességként megjelennek, hát azokat ezek szerint akkor nekünk, illetve civileknek, illetve akik a nyilvánossággal kapcsolatban állnak, tudjuk majd képviselni a döntéshozók felé. Úgyhogy, de mondják még, mit, mit, mit fogjuk. Jó. jó, ugye mostanában hallottuk, hogy akkumulátor nagy hatalom leszünk. Szóval azért ezt pontosítjuk, nem mi, hanem azok a gyártók, akik Magyarországon a természeti környezetet profittá alakíthatják kormányzati engedéllyel, kellő ellenőrzés nélkül. Na ezek lesznek akkumulátor gyártó nagyhatalom, mi meg ennek a környezeti elszenvedői vagyunk. Tehát, hogy a Szijjártó Peti is értse, nem pontosan úgy van, ahogy ő ezt harsogja és kommunikálja, ennél sokkal pontosabb az, hogy azok a gyárak, akik most bejönnek a kínai is, meg aki már eddigben volt, meg aki e, még bejön, ő tényleg hogy gyártó nagy hatalom lesz, mi pedig ennek a környezeti hatásait elszenvedő törpe hatalom leszünk. Hát és hogy mennyi a magyar beszállítói, a magyar alvállalkozó réteg egyetem be tud -e kapcsolódni, és valamiféle profitot vagy gazdasági hasznot kapunk -e ebből, ez, erről megint nincsenek. De tanulmányok, hogy vizsgálatok. És a, édesvízem még visszatérve sajnos, mm néha csúsztatnak az akkumulátorgyárak, hogy ők tisztítottan visszajuttatják a Dunába. Nem, hát ők adnak csak egy kis részét juttatják, juttatják vissza. Maga az akkumulátorgyártó technológia olyan, hogy fölviszik egy filmre a anód katód anyagot, és ezt nedvesen viszik föl vízbázissal, utána ezt ők elpárologtatják, gyorsan leszárítják, mégpedig villám gyorsan rászárítják. Erre vannak ott ezek a nagy hűtőtornyok, aminek az a dolga, hogy elpárologtassák ezt a vizet, és visszanyerjenek némi hőt. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen egyetértve az előttem szóló szakértővet maximálisan, hogy Európai Unió szinten egy minimumot szabályozni szükséges. Ez szerintem feladata lenne azoknak a pártoknak, akik az Európai Unióba képviselettel rendelkezenek, hogy kellő hangot adjanak, ne csak a, a szakértők próbálkozzanak itt, hanem a politika is támogassa, hogy legyen egy minimum Magyarországon. És hát nem mellesleg arra kellene kényszerítenünk a Samsungot, mint márkát. Meg a többit? Mm -hmm. Igen, most a mi esetünkben, mm -hmm. esetében elnézést. Tehát a márkát arra kell készíteni, hogy működjön együtt a helyi szervekkel, mert ha viszont tényleg megtesz mindent, akkor viszont azt kéne kommunikálnunk, de nem úgy, hogy rávegyenek bennünket különböző megbízási díjakkal, ami majd jókat mondunk a Samsungról, hanem legyünk meggyőződve arról, hogy bent jártunk, ha ugye a katasztrófa nem hívhat meg egy önkormányzati szakembert, vagy a Greenpeace szakemberét, de a Samsung minden további nélkül uh -huh. behívhatja, amikor tudja, hogy ellenőrzés van, neki van joga, mint ügyfélnek behívni, hogyha ő annyira mindent rendesen Ez tesz, Ez lenne? Le... Helyén van. Igen. Ha mi meg tudnánk szorítani a uh -huh. márkát, hogy figyeljen oda a lakossággal való kapcsolattartásra, akkor tudunk némi előrépést produkálni. Hát igen, ez is egy eszköz, ez is egy lehetséges eszköz, és vannak más eszközök is, ha vannak, és tudunk velük élni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgető partnereimnek az értékes gondolatokat, és folytatjuk szerintem ezt a témát majd még később. Köszönöm. köszönjük. köszönjük. köszönjük.